pont a nullával tudjátok lejátszani, a másik távirányító, mint egy légon lesz, és akkor nézzük, odaújt, és egy kicsit integes. Ugye? És látjátok, szépen lassan mozgattam, de így is, mert 12 fotó az egy másodperc lesz, úgyhogy szépen türelmesen kell mozgatni. Saját maguk készíthettek rajzfilmet azok a gyerekek, akik részt vettek az animációs játszóházon. Az ifjúsági otthon tükörtermében ismerhették meg a fiatalok a filmkészítés trükkjeit. Ilyen animációkat kellett leforgatni a gépen, és hát így gombokból, ilyen kicsi farudakból és pálcikákból. És mi volt a folyamat? Hogyan kellett elkészíteni ezt a kis filmet? Volt egy ilyen alap, ahova letehettük ugye ezeket az alkatrészeket, és így egymáshoz raktuk, és így volt egy monitor, ami segítségével le tudtok fényképezni ezeket, és volt egy ilyen videó, és így ugye le lehetett forgatni ezt a videót, és így hát így pörgette így a videó a képeket, és akkor így kialakult belőle egy videó. A gyerekek akár egy félbehajtott papír segítségével is megalkothattak egy-egy visszatérő mozdulatsort. Papírokat össze kellett így hajtani, és ilyen ismétlődő mozdulatokat le kellett rajzolni, például lehetett integetést lerajzolni, vagy mint hogyha valami tátog, vagy ugrálást, vagy hogyha valami repül. És mi volt annak a lényege, hogy lerajzoltátok ezeket a mozdulatokat? Hogy aztán így fölpödörtük és a ceruzával, és így jobbra fölle így húzogattuk, és olyan, mintha integetett volna folyamatosan. Az animációs játszóház olyan ismereteket nyújt a fiataloknak, amelyek segítségével megtanulhatják a filmkészítés alapjait. Itt megértik, hogy miről szól az animáció, hogy hogyan készül, hogy mennyi idő egy-egy képkocka elkészítése, és hogy lehet az, hogy mondjuk ebből egy film készüljön. Azt látom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt megértsék, és minél korábban elkezdik ezt a dolgot, minél korábban elkezdik a kreatív folyamatoknak a megismerését, annál ügyesebbek lesznek. Tehát én nekem nagyon sok olyan tanítványom van, akik 3-4 év alatt akkorát fejlődtek, amit, hogyha hiába idősebb és nagyon ügyes egy-egy gyerek, nem tud behozni annyi idő alatt, mert annyi tapasztalatot szereznek az évek során. A játszóházban a gyerekek megismerhetik az animáció dinamikáját, a dramaturgiát és a karakterkészítést, így akár már 10 évesen elkészíthetik saját filmjüket.